A Lenin vonat. A császárért! A szülő hazáért! A császárért! A szülő hazáért! A császárért! A szülő hazáért! A császárért! Vive la France! Vive! Vive la France! Vive! Vive la France! Vive! Ha indulunk, maradj mögöttem. Maradj mindig mögöttem. Támadás! Támadás! Magyar hangok. Végvári Tamás, Földi Teri, Fehér Anna, Bartuc Attila, Kardos Gábor, Perlaki István, Barát Attila, Imre István, Csernák János, Rosta Sándor. Televízióra alkalmazta Damiano Damiani és Fulvio G. Capalli. Zenéjét szerezte Nicola Piovani. Fényképezte Nino Celeste. Rendezte Damiano Damiani. Első rész. február 1917. Európa háborúban áll. Németország és az Osztrák Császárság az egyik oldalon, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Oroszország a másik oldalon, a csatlakozni készülő Egyesült Államokkal együtt. Oroszországban a mérsékelt Kerenszkij váltotta fel az elnyomó cári rezsimet, az ideiglenes kormány élén egy másik herceg állt. Egész Európát elárasztotta a több ezres menekült sereg, mely az utóbbi 12 évben hagyta el Oroszországot. A különböző politikai nézeteket valló disszidens csoportok mind arról álmodtak, hogy hazatérhessenek új jövőt építeni. A keleti és a nyugati front egyaránt holtponton van, a veszteség 3 millió halott. Ebben a háborúban senki nem győzhet. Berlin, a hadügyminisztérium. Még mindig ugyanott tartunk. 3 év elteltével, és majdnem 2 millió halottunk van. A kétfrontos háború csapdájába rekedtünk. A katonáink mozgásképtelenek a lövészhárkokban. Uraim, a ma reggeli ülésen Landerdorf tábornok rávilágított, hogy az orosz frontot mi hamarabb fel kell számolni. Annak érdekében, hogy 8 hadosztályt átirányíthassunk a nyugati frontra, és térdre kényszeríthessük a brit és francia erőket, mielőtt az Egyesült Államok belép a háborúba ellenünk, és csapatai elárasztják Európát. Más szóval, az orosz kérdést békésen kell megoldani, és azonnal. Nem lenne álmatlan éjszakám az amerikaiak harci képességei miatt? Ez nézőpont kérdése.
Még nem zártuk le a tárgyalást az oroszokkal. A cárt elmozdították, de az ideiglenes kormány fenntartja a hadiállapotot. Von Bergen, a tárcája, amelyet felforgatási minisztériumnak hívnak, máig nem ért el sok sikert. Azt mondja, kidolgozott terve van arra, hogy Oroszország beszüntesse a háborút. Nos, indítsa be. Legjobb volna, ha az az ember, aki kidolgozta, bizonyos dr. Helfand, személyesen magyarázná el. Helfand? Akit Parvusnak hívnak? Pontosan. Az egy felforgató orosz zsidó, aki menedékjogot kér tőlünk. Üzletemberként lett sikeres. Gyalázatos üzelmekbe bocsátkozott az idegen hatalmakkal. A török kormány tanácsadója. Felkelést akart szítani Ukrajnában, amely kudarcba fulladt. Sőt, lázadást akart kirobbantani Indiában a britek ellen. Egyik fiaskó a másik után, de mindegyikből hatalmas hasznot húzott. Dr. Helfand. Jó reggelt, uraim. Üljön le, Dr. Helfand. Én is rágyújthatok? Mondja el a tervét, kérem. Oroszország ideiglenes kormánya nem szándékozik békét kötni. De a szélső baloldali orosz forradalmárok vezetője száműzetésben van Svájcban. Biztosítsunk neki szabad átvonulást a német területen. Pétervár felé vasúton. Ha odaér, a forradalom élére fog állni, és a hatalmi pozícióban lesz, aláírja a fegyverszünetet. Legalábbis nekem ez a megérzésem. Talán visszafogottabbnak kéne lennem, annyit mondván, hogy megkísérli a forradalmat, és megszerzi a hatalmat, etc., etc. Maga a bolsevikok vezéréről beszél? Vlagyimir Iljics Uljanovról? Leninként ismerik, igen. Egymás mellett harcoltunk egy korábbi sikertelen felkelésnél. Ifjúság. Azt akarja mondani, hogy az az ember most sikeres lesz, aki korábban kudarcot vallott? Beérett az idő. Nem Lenin iránti nyilvánvaló csodálata miatt olyan biztos ebben? A bizalmam a józanészen alapul, jól ismerem. Most mennyi pénzt óhajt keresni? Már gazdag vagyok, uram, mindenki tudja. Akkor miért csinálja ezt? Szeretném, ha a hazám nyerni a háborút. Dr. Helfand német állampolgár. Mióta? 3 hete. Nos, uraim, még sokat teendünk. Komolyan meg kell fontolniuk az ajánlatomat. A miniszter ismeri a részleteket. Tudják, hol találnak. Nagyon köszönöm, uraim. Miniszter úr? El kell fogadniuk, vagy elveszítjük a háborút. De hogy függhet ilyesmi az emberi belátástól? Íme megérkeztek a legfrissebb mérlegek a stockholmi bankoktól. Tudja, Fürstenberg, ez itt a világ legfontosabb országa. Minden itt dől el. Németországban. Nem Oroszországban? Ez a parasztforradalom, amit Lenin beindít, teljesen mellékes. A német munkásosztály fog világforradalmat kezdeni. Nem állítom, hogy amit Lenin művel, az nem fontos.
De nagy körültekintéssel kell lennem, hogy megalapozhassuk a nagy változásokat az én kedvem szerint. Viszontlátásra. De az az ember egyszer már komoly kudarcot vallott. Még nem volt módja rá, hogy bizonyítson. De ha a hazai földön lesz, gyors lesz az előrehaladás, ezt megjósolom. Jelen pillanatban Svájcban üti agyon az időt, és szerencsére fogalma sincs róla, hogy hamarosan bekopogok hozzá, és megajándékozom egy új sorssal. Min mulat? Hogy maga bekopog az ajtaján. Erről jut eszembe, amit Lenin magáról mondott egyszer. Mi volt az? Úgy hívta, a forradalom kifutó fiúja. Ezt Lenin mondta? Úgy hírlik. Ezt Lenin mondta. Ez nem igaz. Talán említette ezt a koholmányt mások előtt is? Nem. Elnézést, Dr. Helfand. Itt van a miniszter. Áll az alkú. Indulhat. Kb. Mennyibe fog ez kerülni nekünk? Nem kevesebb, mint 50 millió aranymárkába. De Németország éhezik. Ekkora összeget nem engedhet meg a kormányzat. Túl sok a győzelemre? És maga kezeli a pénzt? Ez a feltételem. Lenin nem ért a pénzügyekhez. Holnap reggel tanulmányozni fogjuk a terved, a pénzügyi ütemezést. Maga pedig már is beszélhet a Leninjével. Adódhat probléma? Szó sincs róla. Lenin egész életében e percre várt. Minél hamarabb kitör a felkelés, annál jobb. Ki fogja a szükséges kíséretet biztosítani? Von Planetz őrnagy. Ó, egy hős kitűnő. Ez a legkorszerűbb műkéz, uram, ami létezik. Remélem, kényelmesnek fogja találni. Változik az időjárás. Nem fáj? Köszönöm, Fritz. Tudom, hogy szívesebben lenne a fronton, mint az asztal mögött. De látod már elég harcot. Túl sokat. Azt hiszem, ki tudom vinni ebből az irodából, ha akarja. Maga a Baltikumban volt. Tudja, hogy kell bánni a szlávokkal. Van egy orosz száműzött, akit vigyázni kellene. Ő az az ember? Igen, uram. Eldobta a fegyverét támadás közben, megtagadta a harcot és megszökött. Ez minden? Igen, uram. Leléphet. Gratulálok, hadnagy, a sikeres támadásért. Sok embert veszített? 40%-ot, uram, de 300 méterrel közelebb vagyunk Párizshoz. Parancs van, hogy hagyjuk el a lövészárkot, melyet vitézül elfoglaltak, és vonuljunk vissza az előző állásba. A franciák ellentámadásra készülnek tankokkal, és nem tudnánk útjukat állni. Vagyis azt mondja, hiába való volt. Dehogy is, hadnagy. 80 hadifoglyot ejtett. Igen. Fegyvert válhoz! Felkészülni és tűz! Szakasz, vigyázz! Jobbra, át! Lépés, indulj! Bal, 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 jobb, bal! Bal, 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 jobb, bal! Ezt a fiúnál találták. Felismeri? Felforgató propaganda. Arra való, hogy elégedetlenséget keltsen a soraink közt, és elégedetlenségre bátorítson. Támadás a hazafiasság eszméje ellen. Nem volt róla tudomása? Nem, uram.
Nem tudtam. Hogy lehet, hogy egy ilyen veszélyes röpirat terjed a csapatában a maga tudomásán kívül? Nem tartja rajta a szemét az emberei morálján? Ilyet olvasnak? Ugye tudja, hogy mi ez, igaz? Egy példánya az úgynevezett Kintál manifestumnak. A háború szocialista megbélyegzésének. Pacifista méreg. Félelem lesz úrrá a katonán, mikor a felettesét leváltják. Mikor elveszti a hitét az igaz értékekben, melyeket követünk. Kételj. A félelem gerjesztője. Sürgős parancs érkezett ma reggel, pár órával ezelőtt, a legfelső parancsnokságtól. Fel van mentve a tisztéből. És jelentkezik von Planetz őrnagynál. Egyenesen a Vembe megy. Ha nem tévedek, ő volt a korábbi felettese. Elhagyjam az embereimet a csata közepén? Miért? Parancs, ne kérdezze. Küldjön egy levelet a fiú szüleinek. Írja meg, hogy hősi halált halt a csatatéren. Sok sikert, von Böring. Hallotta már? Amerika ma hadat üzent nekünk. Vajon miért kell nekünk azt az orosz forradalmárt Svájcból, Skandináviába szállítani akár egy csomagot? Mert ő a mi titkos fegyverünk. Ha Oroszországban káoszt csinál, akkor kiszállnak a háborúból. És ki az a csodás forradalmár? A neve Lenin. Mit mondott? Lenin. Hallottam róla. Nézzen ide! Ő az egyike azoknak, akik aláírták ezt a pacifista propagandát. Mi a fenét vár tőle? Hisz ez a dolga, vagy nem? Bevallom, alig várom, hogy megismerjem ezt a mágust. A retteget Lenint, akitől azt várjuk, hogy győzelemre segítsen minket. Hol rejtőzködik? Zürichben. Na. Kész van valódja. Nem mondom, hogy mestermunka. Nagyon elvékonyodott a szövet. Alig bírja el az öltést. Különben is, sose voltam igazán a tű ördöge. Jó lesz, remek. Várj, kell egy kis apró alapokra. Egy darabig a könyvtárban leszek, aztán találkozom az elvtársakkal Ardernél. Ne maradj sokáig. Lezárom a borítékokat. Jó reggelt, Ulyanov úr! Jó reggelt! Elmozdítják a cárt, és a helyére egy kékvérű herceget tesznek. Semmi változás. És mit csinálnak a menshevikek? Végig játsszák ezt az álforradalmat. Ismerem én jól Kerenszkijt. Ugyanabban a porfészekben születtünk. Egy számító gazember, aki mindent elront, a megalkuvás mestere. Nézzék, mi folyik a világban. És mi itt ülünk, nem találjuk a módját, hogy Pétervárra menjünk. Van hír a hajóról, ami Odesszába megy, Radek? Még nincs. Senki nem tudja, mikor indul és hogy fog odaérni. Különben is drágák a jegyek. És ismered az anyagi helyzetünket. Rendületlen elvtársaink tétováznak! Kamenyev és Sztálin együtt akarnak működni az ideiglenes kormánnyal. Azok után, hogy megírtam nekik, csak is egyetlen utat követhetünk. Minden hatalmat a szovjeteknek. A bolsevikoknak kell az érre állni. Honnan szerezzük meg azt a pénzt az utazáshoz? Van valami ötletetek? Szükségünk van egy Sztálin szinti vezérre.
Emlékeztek, mikor bankot raboltunk a pártnak? Örményországban megtehettük, ott nem működik a svájci rendőrség. Szó volt róla, hogy német hadifoglyokat cserélnek ki orosz száműzöttekkel, a bolsevikokat is beleértve. Mindannyian hallottunk Martov professzor tervéről. Mindent nyíltan és tisztességesen, de szép lenne. Ez baromság. Ne higgyétek, hogy a megalkuvó idéglenes kormány örülne nekünk Pétervárat. Boldogok, ha itt rohadunk meg. Maga mit gondol, Vlagyimir Ilyics? Majd este megbeszéljük. Oda se figyelt ránk. Valódja! Valami baj van? Nem, semmiség. A fenébe! Húzd be a függönyt! És ne gyújtsd meg a lámpát! Túl sokat dolgozol. Az Istenit neki! És nem alszol eleget. Feküdj le! Óvatosan. Lassan. Majd elmúlik. Persze. Muszáj. Igen. Jól van, feküdj le. Kérlek, ne hívd az orvost. Nádja, kérlek, ne hívj orvost. Nyugalom, ez az. Jól van. Jobban leszel. Sajnálom. Csak feküdj le. Most jobb? Évekkel hát, azt mondtam, majd ha eljöv a forradalom, most úgy tűnik, hogy már nincs messze. Habár látni se fogom talán. Az élet gonosz tréfát üz velem. Te a forradalomra vártál. A forradalom pedig rád várt. Bár csak így tudnék bízni. Tőled tanultam. Most pihenj csak. Valódja. Sajnálom, Valódja. Talán túl nagy a korkülönbség kettőnk közt. Soha többé nem lesz rá módunk, hogy jobban megismerjük egymást. A barátaimmal együtt tartóztattak le. Naívak voltunk és felkészületlenek. A bírók kiröhögtek. Egy bombát csinált, amely csütörtököt mondott. Tehát a cár még mindig él. A hajaszála segörbült. Halhatatlan. De mi halottak vagyunk, öcsém. Sasa! Gondolod, hogy lázad van? Sasa,
Mi? Ne szólj a többieknek, hogy rosszul voltam. Szóltam valaha. Szerintem csak fáradt vagy. Olyan sokat dolgoztál. Nem kell aggódnod. Attól félek, hogy még a legbuzgóbb követőm is másként nézne rám, ha kiderülne, hogy az egészségem hanyatlik, és ha a lapok megtudják. Ha-ha-ha, ne rosd a helyzetet a feltételes módokkal. Ne gyötörd magadat. El kell jutnunk Pétervárra, Nagyesda. Meg kell találnom a módját valahogy. Megtalálod. Megtalálod, Volodya. Most idd meg a teát, amíg meleg. Jó reggelt, elvtárs. Jó reggelt, elvtársak. Lenin elvtárs itthon van? Igen, jöjjenek be. Remélem, nem zavarjuk őt. Nem, nem, dehogy is, fáradjanak be. Köszönöm. Rögtön szólok neki, egy pillanat. Grimm és Platten van itt. Nem vagyok elég jól hozzá, hogy svájci szocialistákat viseljek el. De olyan kedvesek. Rendben. Na, lássuk, mit akarnak. Minek köszönhetem a szerencsét, elvtársak? Jó híreink vannak. Remek hírek. A német nagykövet nevében jöttünk. Két tiszt várakozik a határon, hogy magát Németországból Svédországba kísérje. Onnan pedig szabadon elutazhat Pétervárra. Ha velünk jön, a német nagykövet további részletekkel szolgál. Ha lehet, inkább nem tárgyalnék a német nagykövettel. Nem mondaná el maga? Igen, nyomós oka van. A németek rájöttek, hogy Lenin kivonhatja Oroszországot a háborúból. Igazán? A német nagykövet sürgősen választ vár. A sürgős válaszom nem. Nem. Pár napon belül Pétervárot lehetne. Nem mondtuk meg világosan? Akkor sem. Feltételek nélkül nem fogadhatom el. Nos, ha feltételei vannak, tárja elénk. Kellő időben megtudják. Ezt Helfand bajtárs küldi önnek, aki ezt az egészet kitalálta. Ha elolvassa, meggondolhatja magát. Parvus. Többet árt, mint használ. Ő egy talány. Nem tudom, mit akar a forradalomtól. De nézzünk a dolog mélyére. Ha felszállok egy német vonatra, minden ellenségem árulással fog vádolni, hogy eladtam magam. De visszautasíthatok-e bármilyen eszközt, hogy Pétervárra jussak? Ez rendkívüli ajánlat. Igen, de később drágának bizonyulhat. Ha csak. Lenin nem egyedül utazik, hanem sok orosz száműzöttel, és véletlenül ő is köztük van. A mensevikek is? Mindenki. Általános hazatelepülés. Egyetlen embert könnyű lefogni, könnyű árulással vádolni, felakasztani. De különböző politikai nézeteket valló emberek nagy csoportját sokkal nehezebb. Megtaláltad az egyetlen megoldást. Találkozunk a mensevikekkel, személyesen Martovval. Ide jön, Martov. Mégis milyen alapon? Hogy tárgyaljunk, Zinovjev, egyezkedni fogunk. Annak a vonatnak el kell indulnia valamennyi párt képviselőivel együtt. Ez így célszerű a pillanatban. Lenin bajtárs, Martov professzor küldött. Igen? Kéri, hogy keresse fel. Talán nincs jól, Martov professzor? Nem. Jó egészségnek örvend. Remek. Mondja meg, hogy már is megyek. Martov fenntartja, hogy a mensevikek komoly többségben vannak. Mi bolsevikok, csepp vagyunk a tengerben. Tehát Leninnek kell a színe elé járulnia, ez logikus. Keresd meg Rubjavot.
Lenin eltárs. Tudja, sok szóbeszéd járja. Egyesek azt mondják, a maga ajánlata, hogy a pártok együtt távozzanak. Jól kiszámított lépés. Kinyitjuk az ajtót az oroszoknak, s maguk bejönnek, a malaclopónk alá rejtőzve, igaz? Maga mit gondol, Martov bajtárs? Meg tudom érteni az ilyen politikai megalkuvást. Köszönöm. Nem szeretném, ha árulónak tartanának. Maga kész megreszkírozni? A burzsúlyok úgyis árulónak tartanak, nem érdekel. A nép azonban nem. És ez a lényeg. Van megalkuvás és ellentmondás is a harcban, amit vívunk. De határai vannak. Ez a különbség köztünk, elvtárs, hogy milyen módon harcolunk. Ne tévessze szem elől a valódi ellenfelet, a rendszert, mely ifjak millióit küldi gondolkodás nélkül a halálba. Hogy tudnak a szocialisták harcolni az ilyen bűncselekmény ellen, az ilyen imponálóan makulátlan viselkedéssel, Martov? Ébredjen fel! Megtörtént. Nem akarok versengeni az elnyomóinkkal. Először el kell pusztítanunk őket. Ha átveszük a módszereiket, olyanok leszünk, mint ők. De minket elnyomottakat ők tanítottak! Meg vagyunk fertőzve a korrupcióval, amit belénk csepegtettek. Maga tényleg azt hiszi, hogy aki fellázad, hirtelen átalakul valami egészen más emberré? Nem vagyunk gépek. Sokáig fog tartani, bajtárs. Mitán nem is fogjuk megérni. Milyen sokszor vitatkoztunk már ezen. Hogy van, Nádja? Nagyon bátor, mint mindig. És a maga családja? A lehetőségekhez képest jól. A távolság mindenkit megvisel. Nem hozhatok semmilyen döntést, az elvtársaim bevonása nélkül. Lehet, hogy a válasz túl későn fog jönni, miután a vonat már elindult. Tiszteletben tartom a demokrácia szabályait. De szerencsét kívánok. Martov és a menševikek. Most is nehézkesek? Van hír Rubljovról? Megtaláltuk. Adlernél van. Anarchisták. Jobb feledni őket. Száműzöttek, mint mi. Nem igazán anarchisták, de a sorainkat gyarapítják. Ismerve a véleményét a forradalmi szocialistákról, meg vagyok lepve, hogy beszélni akar velem. Mi bolsevikok is forradalmi szocialisták vagyunk. Ez csak szóhasználat kérdése. Sokféle értés származik ebből, bár elismerem, hogy vannak különbségek. De talán itt az ideje, hogy végre közösen lépjünk fel, bajtárs. Ki parancsol, maga? Van talán egy jól kidolgozott terve? Rubljov maga néha a bátyámra emlékezett, Szására. Az idealista terroristára. Felkötötték érte. Ezért gyanítom, hogy nem ad neki igazat. Ő volt a példaképem. Az elkötelezettsége és ereje, de nem a politikája. Amikor kivégezték, tudtam, hogy rossz taktikát követett, bátor volt, de naív. Rájöttem, hogy a győzelmet más irányban kell keresni. Nevezetesen? A szervezésben. Talán magam is tévedek, Rubljov bajtárs, de hiszek ebben. Mindketten küzdeni akarunk, és éppen ezért kérem, hogy csatlakozzon. Adjam magam a németek kezére, azoknak az alattomos, romlott, piszkos, militarista gazoknak. Bízik bennük. Igen. Mert kizárólag önző okból teszik ezt. Csak úgy, mint mi. Nem. Visszautasítom, hogy árucikként használjanak, amit az ellenség barterez, míg pisztolyt nyom a homlokomhoz. Maguk készek rá, hogy elfogadják Lenin ajánlatát?
Sok sikert, elvtárs. Maguknak is sok sikert, bajtárs. Remélem, eljut Pétervárra. Grimmnek és Plattennek? A lista az utazási feltételeinket tartalmazza, tudassák a német nagykövettel. Azt is kérik, hogy utazhasson a vonaton sok asszony és gyerek. 30-an vagy 40-en, nagykövet úr. Rendben van. Berlinben már alig várják, hogy felpakoljam őket. Két tiszt már is várja őket a határon. Van még valami? Ki akarják fizetni a jegyüket? Ez tetszik. Rendben. Saját ételüket viszik az útra. Más szóval, nem kérnek szívességet az ellenségtől. Rendben. Mikor lesznek útra készek? Amint összejön a kellő számú ember. És mi lesz a békével? Ez a Lenin garantálja a békét? Adott nyilatkozatot? Nincs nyilatkozat. Folytassa. Nem akarnak német katonai kísérőket. Hiszen ezek oroszok. És háborúban állunk Oroszországgal. Kísérő nélkül akarnak átkenni országunkon? Nem engedem. Jól van, törődjünk bele, hogy kísérőnk lesz az úton. Mi van a menševikekkel? Mit feleltek? Martov meg akarja tárgyalni a bajtársaival. Martov minden ajánlatunkra és javaslatunkra amúgy is nemet mondanak. Ha nincs velünk, akkor ellenünk van. Valószínűleg értesíteni fogja Kerenszkét, ismeritek őt. Vigyázat, mennek a bolsevikok, börtönbe verik, kötelet neki. Meglátjuk. Általános vélemény szerint nagyon veszélyes út lehet. Sokan félnek felszállni arra a német vonatra. Mi mindenképpen elutazunk. Akkor is, ha senki se jön. Ne olyan hevesen, Kartonov, ne olyan hevesen. Egy darabban kell Pétervárra érkeznem. Csak 8-an vagyunk. Túl kevés. Megkérdezte valaki Abramovicsot a szövetségtől? A zsidókat? Többnyire lengyelek és litvánok, de velünk jöhetnének. Sokan hisznek ideáinkban, csatlakozhatnának. Beszélj velük és kérdezd meg a többieket is Genfben, Bernben és Lozanban. Parvus a határon várja magát Zingerben. Parvus, vajon most kinek az oldalán áll? Amerre arany van és pezsgő folyik. És persze gyönyörű nők. Te mész. Én? Osztrák állampolgár vagyok. És dezertőr. Ha határa dugom az orrom, vasra verve visznek el. Kérjem menlevelet a német nagykövettől Radeknak. Rendben van. Egy. Parvus zsebében vannak a németek, ami azt jelenti, hogy ezügyben döntési helyzetben van. Nem szabad gyanítania egy másodpercig sem, hogy nélküle akarunk cselekedni. Kettő. El kell hitetni vele, hogy nem találkozhatok vele személyesen, mert az politikailag ártana nekem, tehát legyen türelemmel, és kész. Nem jutott még eszedbe, hogy Parvus azért szervezte ezt, hogy elveszítsd a hiteledet? Az rávallana. Kevés kételj van bennem, hogy Parvus barátunk agya ferdes rófra jár, de ez túl sok lenne még tőle is. Szerintem Parvus egyszerűen a színfalak mögött akarja rángatni a zsinórokat, de mi nem vagyunk bábfigurák. Nem igaz? Sok táviratot küldtél az elvtársaknak, hogy magunkkal hívjuk őket erre az útra. De valakiről megfeledkeztél. Kire gondolsz? Inesszára. Inessa. Miért hagyott ki? Hiszen évekig mellettünk volt. Az elmúlt néhány év alatt írtam neki egyszer-kétszer, de sose jött válasz. Eltávolodtunk, így van ez. Ó, most másról van szó, Volodya. Ha összegyűjtöd a régi elvtársakat, nem hagyhatod ki Inesszát. Örülnék, ha Inessa visszajönne. Köztünk van a helye. Ő is sokat harcolt és szenvedett, akárcsak mi. Börtönben is volt. Adj egy kis aprót, táviratozok neki. Vegyél hazafelé kenyeret, hogyha marad valamennyi. Rendben.
Rossz hírt kapott, Armand asszony? Segít csomagolni, Tilde. Genfbe kell mennem. Soká lesz ott, asszonyom? Talán sose jövök vissza. Tudjátok-e, hogy mit csinálunk mi otthon az ilyen gyerekekkel? Megesszük őket, én vagyok a nagy orosz medve! Viszlát, rossz csontok! Üres a ház? Misa! David! Hol Kódorok Karpinski? Kapott hírt Zürichből? Oda bent van Olgával. Szóval, te is kaptál táviratot Lenintől. Még hogy kaptam egy táviratot? Én Misa Taszkagája kaptam legelőször. Hol az öreg Karpinski? Itt vagyok, drága elvtársaim, Alex, Olga! Misa, hazamegyünk. Hát nem csodálatos? Már rég feladtam a reményt. Haza, megyünk a szülőföldre, és nem lesz cár! Ugyan, mi a különbség? Egy herceg áll a kormány élén. Csak idő kell, és a Romanovok visszatérnek a hatalomba. Lenin és az elvtársai majd kisöprik azt a csürhét! Hamarosan! Az a csürhe söpörget a mai napig. Hagyd békén, Misa. Nem látod, hogy milyen pessimista? Biztos nem akarja elveszíteni a könyvesboltját. Én nem megyek sehová, annyit mondhatok. Mi? Lenin elvtárs hívja magát, és itt akar maradni? Nem te fogod megmondani, hogy mit csináljak. És vedd fel az akódat! Svájci állampolgárok vagyunk. Ebben az országban menedéket kaptunk. Hogy mered kritizálni Lenin döntését? Lenin, Lenin! Legendát csináltatok belőle, de a számüzetés megtörte őt. Még ilyen idióta ötletet, hogy a németekkel együtt utazni. És nem ez az első tévedése. Nem emlékszel, amikor elküldött téged a müncheni bankba, hogy bevásd a pénzt, amit Sztálin lopott? Ő megbízott Malinovszkiban, akiről később kiderült, hogy kém. Hát nem pont ezért ültél 2 évig börtönben? Segíthetek, asszonyom? Ki maga? Még nem láttam az üzletben. Új vagyok. Ki ismeri már magát itt? Ha valami különlegességet keres, akkor szólok Karpinski úrnak. Az lesz a legjobb. Figyelj ide, először Zürichbe kell mennünk. Hallgassuk meg, mit mond Lenin. Eszem ágában sincs beszélni vele. Odakint várja egy hölgy. Nagyon különös. Nem tudja, mit szeretne. Inessa! Ó! Oh. Inessa, de örülök, hogy látlak. Jobban örülök neked, mint hinnéd. Én is örülök, hogy látlak. Inessa? Igen, Inessa Armand, életnagycsában. A hölgy, aki együtt dolgozott Leninnel és Nagy Jakubszkájával. Igen, igen. És én még azt hittem, hogy csupán csak egy vásárló. Inessa, hogy döntöttél? Hol van a szobám? A folyosó végén. Köszönöm. Még minden teljesen bizonytalan. Több, mint bizonytalan. Veletek megyek Zürichbe. A szíved legmélyén. Ha van rá esély, vissza akarsz menni? Ne erőltesd! Haza? Csodálatos volna. Meglátjuk. Ki ez a fiatalember? Egy jó elvtárs. Vagyis újonc. David Szuljásvili. Teljesen megbízhatsz benne. Ah, tehát grúz, igaz? A hegyekből. Üdvözlöm, David elvtárs. Üdvözlöm, Inessa Armand. Akkor majd jelentkezem. Ó, Istenem, a szálloda túl messze van, és nehéz a bejöntem. Majd én viszem. Nem úgy gondoltam. Ő az erősebb. Köszönöm, grúz elvtársam. Ha ránézel, azt hinnéd, hogy egy finom úri hölgy Párizsból. Senki sem sejtené, hogy kemény forradalmár volt, akit körözött a rendőrség. Börtönben is volt. De nem tudom elhinni, amit egyesek mondanak róla. Mit?
Azt mondják, hogy több is volt közte és Lenin közt, mint elvtársiasság. Pletyka. Olyan békés ez a táj, nehéz elhinni, hogy a világot háború sújtja. Mit csinál itt Svájcban, Dávid? Nem akartam harcolni a cár mellett, és dezertáltam. Aztán néhány barátommal bankot akartunk rabolni a terrorista csoportunknak. Ismerek valakit, aki a maga földije is nagyon jól ért az ilyesmihez. Sztálin elvtárs. Majdnem ugyanúgy hívnak minket. Az ő neve Dzsugásvili, az enyém pedig Szujásvili. De itt a hasonlóság véget ér. A bankrablás balul ütött ki. Én elmenekültem, de a két barátom meghalt. Aztán szökésben voltam majdnem fél évig. És végül ide jöttem. Miért maradt itt? Azért, mert Lenin elvtárs itt él. Értem. Járt már Zürichben, hogy személyesen találkozzon a nagy emberrel? Hogy tehettem volna? Maga jól ismerte őt, ugye? A számüzetés keserű kenyerén osztoztunk. Gondolja, hogy vissza kéne térnem magukkal Oroszországba? Hívta magát, nem? Kapott táviratot. Visszamehetnék Párizsba. Ott születtem, tudja? És a szüleim nem voltak forradalmárok. Tudja, mik voltak? Színészek, művészek. Hitte volna. Asszonyom. Nos, Dávid elvtárs. Majd átgondolom. Köszönöm. Rosa Luxemburg még mindig börtönben van. Ez nem lep meg. Ugyan miért engednék ki őt? Tegyen egy sétát a kertben, kérem, nem tarts soká. Isten hozta von Planet, szörnagy. Megtiszteltetés ilyen derék katonával találkozni. Üljenek le, kérem. Gondolom, ön von Böring hadnagy. Kóstolják meg ezt a kitűnő bort. Ellenállhatatlan. Nos, uraim, úgy tűnik, hogy alakul a mi kis tervünk. Egy ponton változás van az eredeti tervhez képest, de jóvá hagyták. Lenin nem egyedül fog utazni, hanem néhány egyéb orosz emigránssal. Hányan lesznek? Úgy 30-an. Kevésbé lesz szembeötlő a tömegben. Nagyon agyafort, ugye? Zürichben egyeztették a részleteket? Nem, Lenin hamarosan ide fog jönni. Ide? Megkapta már az útlevelét? Igen, elintéztem. Dr. Helfand, az úr, akit vár, megérkezett. Hol van? Odafönn. A saját szobájában? Igen. Megjött. Nos, elnézést, uraim. Kísérje ide, hogy megismerhessük. Úgy tudja, hogy csak velem találkozik, és elég heves vérmérsékletük is, kiszámíthatatlan. Jobb volna, ha rám hagynák. Tilos a dohányzás. Dr. Helfand. Kissé meghízott. Nem egy pojácát vártam. Lenin úgy döntött, hogy nem lenne bölcs, ha egy szivarozó kapitalista társaságában mutatkozna, aki német állampolgár, ezért elnézését kéri. Ugye megérti? Ha nem volnék német állampolgár, nem lennék ilyen befolyásos ember, mint így. Lenin tudja, hogy jó az időérzékem, tehát aranytálcán kínálhatom fel neki a lehetőséget. Lenin tudja, mennyivel tartozik. Tehát önnel kell tárgyalnom.
Az utazás csak az első lépés, több lehetősége lesz. Nyilvánvaló, hogy szorosan együtt fognak működni, de csak a háttérben persze. Miféle zsidó maga Radek? Ezt én is megkérdezhetném. A maga társadalmi osztálya. A megbízhatatlan, rosszul öltözött, mosdatlan, bűzlő embereké. Ki nem állhatom? Maga más osztályhoz tartozik, hm? A maga fajta mások nyomorából húz hasznot. Csak nézzem magára, az antiszemitizmus két lábon járó mentsége. Találóan replikázik, ezt szeretem. Együttműködhetnénk. Amit többnyire nem mondhatok el Lenin talpnyalóiról, Zinovjevről például. Roppantul középszerű, egyetért velem? Úgy hallom, Inessa Armand ismét színre lépett. A nagy ember múzsája. Nos, amíg nem támad bonyodalom, vagy támadhat? Ne beszéljünk mellé. Mennyi készpénzt ígérnek a németek? A császár pénzügyminisztere még nem tért magához a soktól, amikor megtudta az összeget. Mennyi? Magas. Benne lesz a lapokban. Hogyan fogjuk megkapni? Az ügynökömnél lesz Kopenhágában vagy Stockholmban, ahol a legkézenfekvőbb. Na és megkapjuk az egész összeget? Radek, maga nyilvánvalóan járatlan a pénzügyekben. Kövessen! A tortaszeleteket rendszeres időközönként kapják meg, de mielőbb beszélnem kell Leninnel, hogy hogyan akarják elkölteni. Nem lépek még. Ó! Oh. Lenin még mindig rendszeres újságolvasó? Hát hogyne. Csak elég nehéz Svájcban német újsághoz jutni. Maga Ulyanov úr? Nem. Az úr neve Radek. Lenin közvetlen munkatársa. Miért nem jött el Ulyanov úr? Lenin személyesen. Lenin elvtárs nem lép német földre, ha csak nem élvez területen kívüli sértetetlenséget. Ezt megoldjuk, amint csak lehetséges. Politikai okai vannak, az előkészületek elég összetettek, de nyugodjanak meg, Lenin meg fog érkezni. Kikísérem önt, Radek úr, az ajtóig. Vajon mit érthetett politikai okok alatt? Tehát nem gyanított semmit sem? Stockholm még nem lesz vele baj. De amikor szóba kerül a pénz, kitér a válaszadás alól igen szellemesen. Gyanítom, hogy a németek adják a hangszereket, és ő dirigálja a zenekart. Nem tetszik az ötlet, hogy mi lógunk a nyakunkra tekert kötél végén? Amit bármikor szorosra húzhat, ha úgy akarja. Meg kéne szabadulnunk tőle. Állítsuk holtvágányra. Nem lehet. Ha ellenünk fordul, könnyen meggyőzheti a németeket, hogy átveszi a helyemet. Az a korrupt alak. Abszurdum. Kicsoda Lenin egy németnek? Nem, nincs más választásunk, mint együttműködni vele, amíg el nem hagytuk Németországot. Kezdjünk csomagolni. Mama, hol van Oroszország? Nagyon messze. Már ma indulunk? Milyen hosszú lesz az út? Még nem vagy kész? De igen. El fogunk késni. Én akarok elsőként odaérni. Kizárt. Mindig Radek az első. Ezzel mit akarsz mondani? Ó, az a lengyel mindig föléd kerekedik. Miért őt küldte Lenin Zingenbe, és nem téged? Radek Lenin ügyintézője. Nekem sokkal fontosabb dolgaim lesznek. Radek az ujja köré tekerte őt. Én vagyok Lenin jobb keze, a természetes utóda. Sajnálatos módon nincs túl jó bőrben. Beteg? Mégis mi a baja? Nem akarja, hogy köztudott legyen. Felejtsd el, amit mondtam. Ennyi az összes csomagja. Igen, csak egy báltás ruha. Másra nincs szükségem. Üdvözölnem kell a zsidó közösséget. Elvtársak! Üdvözlöm a szocialista közösséget! Oh,
Nessa, maga is utazik? Talán. A feleségem beteg, úgyhogy... Itt van David. Jó napot, David. Szervusz, kisfiam. Hogy megnőttél? Maga tényleg elvtárs? Mi más lenne? Na hát. Jó napot, Davidovics. Olga, hol van Alex? Karpinski úr nem tart velünk. Hol van Misa? Eltűnt ma reggel. Ki kell fizetnünk a jegyet? Így döntött a mi Leninünk, de nincsen rá pénzem, Olga. Majd a zsidók kifizetik, tartozunk ennyivel, csak jöjjön velem. Mondhatom, a férjed az egyetlen, akinek van egy kis esze. Majd elfelejtem. Mit rejteget a zsebébe? Ó, semmit, személyes holmi. Megesküdtem, hogy egyszer kitűzöm a téli palota tetejére. A téli palota tetejére? Maga nem is terhetetlen. Nem is volna fiatal ember, ha nem lenne nagyra törő. Elvtársak! Ezt akarja kitűzni a téli palota tetejére! Igen! 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 Viszontlátásra, Genf! Viszlát! Befogadtál, amikor éheztem. Nem feledlek el! Milyen ember ő valójában? Ki? Hát, Misa öregembernek hívja, mások pedig nagybácsinak. Leni, milyen ember? Nem most. Rengeteg időnk lesz beszélgetni. Megvan a gyógyszered? Az ujjadat. Oda. Kérlek. Megszerettem ezt a szobát. Megtette a magáét. Vajon lesz-e valaha saját lakásunk? Ezt én viszem, te hozd a többit. Menjünk. Nem hívunk egy kocsit? Nincs messze. Jól van. Nyertél. Kocsit hívunk. Van még annyink? Nagyja asszony, egy kis sütemény az útra. Sok szerencsét. Köszönöm. Kamerer, félretette magának pár könyvet. Tessék, ilyesmiről sokszor beszélgettünk. És legyen a magáé. Köszönöm. Menjenek inkább holnap, befejezném a cipőjét. Ma kell indulnunk, barátom. Holnap már nem lesz vonat. Uljanov úr! Uljanov úr! Állítsa le a katonákat! Lázadjanak fel! Dobják el a fegyvereket! Le kell állítania ezt az öldöklést! Elég volt ebből! Leállítjuk. Köszönöm. Sokat gondolkodtam, hogy milyennek kéne lennie az új világ emberének. Azt hiszem, maguk a tökéletes példakép. Olyan ember, mint maga, nem járhat szeges talpú cipőben. Várjon egy napot, csak egyet. Majd elküldi nekem egy nap. Viszlát, barátom, őszintén hálás vagyok maguknak mindenért. Sokszor megmentettek bennünket. Köszönöm. Segíthetek? Nem. Olvassa a könyveket. Viszlát. Minden jót. Távirat jött Lökök úrnak! Arra van a csoportjuk. Lemine! Men, köszönj szépen, ahogy tanítottam. A legfontosabb utas. Bologya bácsi! Milyen napot lenni? Jó napot! Jól vagy, Nagyja? Köszönöm, jól. Éljenek a szociáldemokraták! Ki hiányzik? A Genfi csoport, de van még idő. Jó napot! Üdvözlöm!
Jól vannak? Nagy nap ez a mai. Igen, csak nagy nap. Üdvözlöm. Csak, hogy eljött ez a nap. Igen, nagy. Jó napot, elvtárs. És maga vállalja az utazást? Azt akarom, hogy a hazámban szülessen meg a gyermekem. Rajtunk áll, hogy milyen világ vár a gyermekére, kedvesem. Rajtunk áll. Elvtárs, a feleségem most jött a börtönből. Magukkal tartunk. A felesége nagyszerű. Nagyszerű. Üdvözlöm, Lenin elvtárs. Elvtárs? Olyan jó, hogy itt van. Üdvözlöm, elvtárs. Elvtársak! A nagy fehér medve a halálán van. És azért jöttünk, hogy megkapja a kegyelem döfést. Bum! Ha-ho! Itt vagyok! Együtt vagyunk. Üdv, Lenin elvtárs. Mindig azt mondtam, ha Lenin hív engem, a pokolba is követem, ha kell. Lehet, hogy a pokolba viszem, barátom. Hol van Karpinski? Talán később csatlakozik. Aha. De lehet, hogy nem. Ő David Szúrjásvili. Újonc a fiú. Ah, David. Sok jót hallottam magáról. Mihály, örülök, hogy látlak. Én Essa, de jó, hogy itt vagy. Te is velünk tartasz? Csak, hogy itt vagytok. Isten hozott, Isten hozott. Hazamegyünk. Ez szép nap. Jó, nagyon örülök. Örülök, hogy velünk tartanak. Ez a kötelesség. Maga biztosan Lenin elvtárs. Lorio úr. Silbo elvtárs. Tessék, itt az írás. Tehát az utunkat a Szocialista Internacionális jóvá hagyja. Ma is nagyon csinos. Ez nagy segítség. Nagyon hálás vagyok érte. Bocsássanak meg, üdvözölnöm kell Armand elvtársnőt. Most újra mindannyian együtt vagyunk. Készen állunk a nagy tettekre. Örülök, hogy itt van velünk, Inessa. Inessa. Sokat utazott már ez a bőrönd. Nem igaz? Kíváncsi vagyok Lenin terveire. Biztos tudja, hogy mit csinál. Nem hívott volna minket, ha nem lenne célja vele. Nem számítottál rám, Volodya? Nem mertem remélni. Nadja, nézd, ki van itt. Nadja. Inessa. Nadja. Úgy örülök, hogy látlak. Tényleg? Igen. Hogy vagy? Lenin elvtárs, bocsánat. Az a német Oscar Blum velünk akar jönni. Az az ember kém. Közölje vele udvariasan, hogy nem jöhet. Rendben van. Mindannyian arra várunk, hogy szólj hozzánk, elvtárs. Elvtársak! Csendet, csendet! Beszélni fog! Csendet, emberek! A számüzetés véget ért, hazamegyünk. Igen. Nem garantálhatom, hogy elérünk szülőhazánk földjére. Nem garantálhatom, hogy az ideiglenes kormány beenged, ha odaérünk. Kockázatot vállalom. Ó, vállaljuk. Igen. Oroszországban forradalom van. A középosztály forradalma, amiben nem tudtunk részt venni, de szándékunkban áll együttműködni az ideiglenes kormánnyal, és felajánljuk közreműködésünket. Népünk előre haladásához. Helyes! Igen! Honnan valók ezek az emberek? Nem svájciak. Nézd meg őket, az arcukat, a ruhájukat. Biztosan külföldiek. Szlávok vagy zsidók. Lefogadom. Tudom. Sokkal gyújtóbb hatású beszédet akart hallani Lenintől. Mondjuk, hogy Kerenszky, vigyázz! El fogjuk vágni a torkodat. Olykor
A nagy embereknek is óvatosnak kell lenniük. Mit csináljuk? Ne hagyjuk provokálni magunkat semmilyen körülmények közt. Elvtársak, ne hagyjátok provokálni magatokat! Ne hagyjátok magatokat provokálni, ez puszta provokáció! A kurvájukat is magukkal viszik! Kurvák! Kurvák! David, maradjon Inesszával! Maga szemét! A testvéreink a németek ellen harcolnak, és maguk hátba támadják őket! Mennyit kapnak innen? Innen! Gyerünk, gyerünk! Igyekezzenek! A vonat már is indul! Gyerünk, gyerünk! Ezek az ülések foglaltak. David, nem teheti velem, ez menetrendszerű vonat. Maga! Vegye le a kezét rólam! Maga! Vegye le a kezét rólam! Vegye le a kezét! Ezt meg fogják bánni! Hallja, amit mondom! Ezt meg fogják bánni! Figyelmeztettem! Latten magad, disznó! Miféle szocialista maga? Törődjön a maga dolgával! Mennyit szoktad ezért a bolsevikoktól? Ilyese, menjen innen! Menjön! Viszontlátásra, Eftes. Viszontlátásra. Mindig számíthat rám, ha bármit tehetek. A német határa mennek. Á, a forradalmárok. Csak, hogy itt vagyunk. Gyere, Jimmy. Tudtam, hogy egyszer eljön ez is. Jól vagy. Mi ez? Sütemény van benne. Elkobozom. Micsoda? Elkobozom az embert! Micsoda? Bárki, akinek ennivaló van a csomagjában, azonnal adja át. Aki ezt elmulasztja, azt letartóztatjuk. Ezek az emberek keresztül utazzák egész Németországot. Útközben nincs mondjuk élelmiszert szerezni. Németország éhezik. Pontosan, Herr. Micsoda? Herr Flatter, nem tudom, hogy mennek a dolgok Oroszországban, de magyarázza el az embereknek, hogy nálunk Svájcban a törvény az törvény. Tessék, Van Tiszt úr! Nem akarjuk megfosztani svájci barátainkat mindennapi kenyerüktől.
Franz, hozd a kosarat. Elvtársak, sajnálom. Tegyék az élelmiszert a kosárba. Táviratoztatok a miniszternek és lefokoztatok. Csak rajta. A titkos fegyver. Mozgás! Erre felé! Sorakozzanak fel! Ulyanov, igaz? Téved. Ulyanov! Melyikük Ulyanov? Hallja! Én vagyok Ulyanov. A papírjait, lépjen előre. A megállapodásunk szerint forduljon Herr Plattenhez, ha bármi megbeszélni valója lenne velem. Hadnagy, én vagyok Fritz Platten. Segíthetek valamiben? Útlevelek. Férfiak balra, nők és gyerekek jobbra. Miért? Ne vitázzon! Hogy megkönnyítsük az azonosítást. Kérem, igyekezzenek. Jöjjenek ide. Sorakozzanak, kérem. Neve? Inessa Armand. A papírokat visszakapják, amint elhagyják Németországot. Egyes szám. Kettes szám. Mennyibe kerül a jegy? 32 frank darabja, de Vladimir Iljics, a svájci elvtársak 1000 frankot gyűjtöttek az utazásra. Nagyja, adod a 64 frankot. Felszállhatunk már a vonatra? Lassan, elvtársak. Nem kell sietni. Mindenkinek jut helyet. Elvtársak, azt javaslom, hogy ezt a fülkét bocsássuk Lenin elvtárs rendelkezésére. Nem fogadok el kivételezést. Dolgoznod kell. Ez lesz az irodád és a tárgyalóterem is. Beszéld rá, Nadja. Ha mindenki így akarja, én miért ellenkeznék? Persze. Inessa, te gyere velünk. Errefelé. Köszönöm. Vladimir Iljics. Ha? Von Planetz őrnagy kéri, hogy fáradjon hozzá, beszélni akar magával. Ulyanov úr, ha nincs ellenére, készítenénk egy közös fényképet az út emlékére. Inkább nem. Talán attól tart, hogy a kép közkézre kerül, de ígérem, hogy megtartom magamnak. Nem szeretném azt hinni, hogy nem bízik egy német tiszt szavába. Ha, megkapja a képet. Thank you.
Készek, uraim? Figyelem! Ne mozogjanak! Nagyon jó, még egy kép lesz. Készen vagyunk. Ulyanov úr, nagyon hálás vagyok. Nincs miért. Mire szolgál a kréta? Ez? Nos, mondjuk, hogy ez garantálja a területen kívüliséget. Szálljon fel és megmutatom. Szálljon fel és meglátja. Oroszországban egyre nagyobb a zűrzavar. Mire számítottál? Ez a választóvonal. A területen kívüli jogai véget érnek itt. Ezen a ponton túl a vagon német, tehát maguk a vonal mögött maradnak, és mi útszintén. Herr Platten, maga felel az emberekért, és tartsa be a szabályokat. Elmentek? Már Németországban vannak. Pár nap múlva Pétervárot lesznek, mi pedig az engedélyekre várunk. Az az ember úgy politizál, ahogy más rulettezik. Mindent egy számra. Úgy kalkulálhatunk, hogy megnyeri a forradalmat, ha nem állítjuk le. Kötelességünk figyelmeztetni Pétervárt és Kerenszkit. Ugyan ne becsüljük túl Lenin kezdeményezését, de ideje cselekednünk. Miért nem kérünk mi is egy vonatot a németektől? Nem utasítva. Igen, minél előbb haza kell mennünk. Nem tud aludni. Ő sem tud. Mindig ilyen volt. Hát, mindig nagyon keveset aludt. Úgy értettem, hogy mindig a forradalomra gondol. Tudom, hogyan értette, David. Csak ugrattam önt. Kár, hogy Kerenszky megelőzte. Kerenszky és az ideiglenes kormánya? Azt hívja forradalomnak? Nos, hívjuk hatalomátvételnek. Igen, de egy herceg uralkodik. Miféle változás ez? Ha Lenin odaér, minden megváltozik. Természetesen. De tudja, hogy milyen kevesen vagyunk mi bolsevikok, David? És Lenin fáradt. Fogytán az ereje. Ne törődjön a szavaimmal, kételkedő korszakomat élem. Ez minden. Hideg van itt. De ha kétségei vannak, miért szállt fel a vonatra? Tudja, hogy hány gyerekem van? 5. Moszkvában élnek, és évek óta nem láttam őket.
Négy gyerek a férjemé, az ötödik a bátyjáé. Most láthatja, hogy eléggé viharos volt az életem. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Inessa. Jó reggelt. Volodya beszélni akar veled. Van egy kis teánk. Mátya. Melyikőtök ötlete volt az a távirat? Az enyém. Miért? Miért ne? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Régóta ismeri Inesszát? Nem. Még mindig férjezett? Igen. Nagyon gazdag ember. Azért hagyta el Inessa, hogy Lenint kövesse. Elég sokáig együtt éltek. Párizsban. Na és Nádja? Ó, Nádja is ott volt. Lenin sose hagyta el. Hárman éltek együtt, a politika okán. Inessa színész családból származik, tökéletesen beszél franciául, így nagy sikere volt a párizsi nagygyűléseken. Nem tudom, milyen közeli kapcsolatban állt Leninnel, ha netán erre volt kíváncsi. Én? Nem. Nem tudom, mi köze ennek bármihez. Mi lett a piros svájci sapkáddal? Olyan volt, mint egy védjegy. Genfben maradt. Van hír a családodról? Már nincs semmi. Inessa, észrevettük, hogy már nem vagy olyan boldog a társaságunkban. Csodállak titeket, és ugyanúgy szeretlek is benneteket. Csak hogy már fáradt vagyok. Eltompultam. Most? Amikor megtehetjük, amire olyan régóta vártunk? Együtt? Megöregedtem. Valahogy Inessa egy szomorú szívű asszony lett, akiben nincs már harci kedv. Megújítjuk a politikai lapokat, ha odaérünk. Egy cikken dolgozom az Új Pravda számára, érdekel a véleményed. Kérdezd Nádját és Radeket. Mindig szeretted a stílusát. A legjobb riporterünk, mondtad. Akkor is, ha kissé őrült. Tudsz valamit, amit ő nem? Politikai intuíció. Ezért álltál olyan közel hozzám. Olvasd el, aztán beszélgetünk. Salut, salut à vous, salut. Mama, nézd, katonák is ágyuk. Blatter! Blatter az Istenért! Azonnal hagyass abba velük ezt az átkozott francia dalt! Elvtársak, kérem, hogy ezt ne énekeljék. Salut, salut à vous, la soja du 17e. Salut, salut à vous, je vais vous admirer, vous aime. Salut, salut à vous, avec vos gestes magnifiques, vous auriez en tirant sur nous, assassiner la République.
emlékeztesse az oroszokat, hogy hadban állunk Franciaországgal! Elvtársak, mondtam, hogy elég. Ne okozzanak problémát. Párizsban született. Jártál már ott? Nem. És te? Igen. Nagyon irigyellek érte. Csodálatos volt. Te mit gondolsz, Misa? Szerintem egy hitvány gyáva alak. Tévedsz, Misa, rosszul gondolod? Én nem fogok férjhez menni. Magát kerestem. Miért szomorú? Tehát csak azért van itt, hogy láthassa a gyerekeit Moszkvában. Magának ez nem elég indok. Maga Inessa Armand az Isten szerelmére. Nem én vagyok fontos. Mind feláldozhatóak vagyunk egyetlen kivétellel. Ez nem igaz, maga is tudja. A többiek meg könnyebbülnek, ha elmegyek. Hogy mondhat ilyet? Miért lennének maga ellen? Azt gondolják, rossz hatással lehetek Leninre. Még ott sem vagyunk, de már is tolakodnak a hatalomért. Félnek, mert vakon megbízik bennem. Gondot okozhatnék nekik. Lenin sejti, hogy elhagyom a fészket, de el se tudja képzelni, hogy egy fióka kirepülhet. Tudja, hogy hol és hogyan lennék hasznos. Mindig is agyafurt szervező volt. Azt akarja, hogy olvassam el a pártújság első cikkét. Ügyes húzás, hogy visszarángasson. Mit csinál? Ezt Lenin írta. Nem akarja elolvasni? Elolvastam. Csodálatos. Nem ellene vagyok. Lehet, hogy nagy ember. De nem azért akarok visszamenni, hogy állandóan a keze ügyében legyek. De ha ennyire bízik magában, hogy mondhat ilyet? Nem elég a hite. Mi egyebet akar? Meg. Ez a parancs. Kaphatnánk élelmet? A gyerekek éhesek. Akár csak mi. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, uram. Bemutatom Ranke képviselőt. Jó reggelt, őrnagy. Jansson úr és Ranke úr, a Reichstag szocialista képviselői engedélyt kaptak, hogy néhány percet beszélhessenek Uljanov úrral. A kormányuk megtiltotta, hogy németekkel kommunikáljunk. Ne mondjon ilyeneket, mi jól ismerjük Lenint. Mi is ismerjük magát. Lenin elvtárs azt üzeri, hogy nem akar beszélni magával. Lenin kiáltványáról akarunk beszélgetni, és hogy mi a szándéka. Miért? Mi is szocialisták vagyunk. Igen, szocialisták vagyunk. Ezt tudhatnák? Tényleg? Mégis a háború mellett szavaztak. Azért lett a világon vérfürdő. Az a fias kötelességünk volt. Akkor csak nyalják tovább a császár csizmatalpát. Nem engedem, hogy a császári felségről ilyen hangnemben beszéljen. Elég ebből. Ne vitatkozzatok. Lenin nem akar beszélni magukkal, tehát végeztünk. Jelentem a feletteseimnek. Beszélnie kell velünk. Mondja meg neki! Miféle szocialisták maguk, ha még mindig szülőhazáról papolnak? Maguk Moszkvában játszák! A Reichstag többi tagjával együtt! Elmentek a német szocialisták? Méghozzá behúzott farokkal. Inessa, egy szóra kérlek.
Hallotta ezt? Német politikusokat inzultáltak, majdnem az arcukba köptek. Hogy beszéltek a császárról? Az a parancs, hogy kísérjem el ezeket az embereket. Teszek a Reichstag képviselőire. Ha nem akarja nálam kihúzni a gyufát, ajánlom, hogy ne legyen túlérzékeny, teljesen jelentéktelen kérdésekben. Világos? A békért harcolni egy dolog, de megírni egy hivatalos pártújságban nem veszélyes. Nem veszíthetünk időt. Egyet értesz? A hazafiaknak nagy napjuk lesz. Defetisták, árulók, német kémek, a szokásos maszlag. Az azonnali különbéke Németországgal az egyetlen módja, hogy legyőzzük Kerenskyt és seregeit. Kockázatos, nem is kissé, de nincs más választásunk, ez biztos. Csak nem akarsz megingatni a döntő pillanatban? Biztos, hogy meg akarod változtatni a párt nevét a döntő pillanatban? Le kell számolnunk a múlttal. Ha továbbra is szociáldemokratáknak mondjuk magunkat, akkor egy platformra kerülünk Buhanovval, Kautskyval és Martovval. Erre gondolj! A háború támogatók maradjanak? Nem! Szociáldemokraták, harcoltunk e névért, szenvedtünk is érte, volt, aki meg is halt. Nem Volodya. Ez a név szerves része a proletariátus ügyének. Ez a név, drágám, fügefa levél. Mit fed? Reformistákat és kapitalista bábukat. Te mit gondolsz? A változás szükségszerű. Elmondtad az elvtársaknak? Elfogom, mielőtt Pétervárra érnénk. Szükségem van rád. Különösen Pétervárot lesz rád nagy szükségem. Ha velünk vagy, Nádjával és velem, mint a számüzetésben, megbirkózunk az előttünk állókkal. Miért maradnék Pétervárot? Az otthonom Moszkva. És ha maradnék, mi lenne a szerepem, a tisztem? Tagja leszel a központi bizottságnak. Jelenleg két tagja van. Zinovjev és jómagam, és ha Pétervárra érünk, csatlakozik Kamenyev, Rikov és Buharin. Mit adhatnék én a központi bizottságnak? Te leszel a kohéziós erő, te tartasz össze minket. Kiérdemelted. Ha van köztünk egy nő, az bátorítja az összes többi nőt, akiket te képviselsz. Tudod, hogy a pártépítésben milyen fontos a nők szerepe? Nem gondoltál Kolontai elvtársnőre és Nádjára? Kiérdemelték az elismerést? Nádja a feleségem. Biztosan te se akarod, hogy szentimentalizmussal vádoljanak, vagy nepotizmussal. Ez Frankfurt lesz. Talán itt kapunk ennivalót. Frankfurt! Remélem, itt lesz étel. Hey, Fritz! Kellene már valami harapni való. Azt akarják, hogy ilyen halljunk, vagy mi a fene? Csak nem várják el tőlünk, hogy végigböjtöljük Svédországot. A feleségem kettő helyet éhezik, gyereket vár! Elvtársak, legyenek türelemmel. Nem Svájcban vagyunk, Németország éhezik. Elegem van ebből. Háború ide vagy oda, nem akarok itt a vonaton éhen halni. Fogd be! Gyere ide! Nézd ki az ablakon! Mi történt? Mi történt? Oda nézzenek. Országból úgy öltek minket, mint a legyeket, de mi is ugyanazt csináltuk. Ez vigasztaló. Hé! Hey! Legyen csöndben! Legyen tisztelettel! Vegye le a sapkáját! Rajta, katonák! Kapkodják a lábukat! Ez nem vasárnapi séta! Maga itt akar aludni! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Mozgás, emberek! Gyerünk! Maga is!
Maga katona, vagy csak bábú? Ide nézzetek, úgy csinál, mintha vak lenne. Végez! Ez az utalvány 32 élelmiszer adagra szól. Állok, köszönöm, szolgálatára örnök. Hol van a kantin? A peron végén balra. Kísérje oda ezt az embert. Élelmet akarunk! Napok óta nem ettünk! Nem bírjuk tovább! Gyerekek, gyerekek! Adjanak valamit enni! Éhezünk! Hol van a tiszti kaszinó? Arra, őrnagy úr! Tartsa a szemét a vagonon, senki sem közelítheti meg. Igen, uram! Az utalványunk 32 főre szól. Az emberek a vagonban várják. Stefan, azon a vonaton gyerekek is vannak. Gyertek velem, nézzük meg, mi folyik itt. Bocsánat, ha tudna egy kis tejet adni. Gyerekek is vannak köztünk. Gyerekek? Ez katonai élelmiszerjegy. Kik azok a szerencsétlenek abban a vagonban? Walter, miért őrzi a milícia vonatot? Mi ez az egész? Gyermekhadifoglyok? Köszönöm szépen. Tessék, a gyerekek. Köszönöm. Ki maga? Svájci szocialista vagyok. Jöjjön kérem, mozdulj azon a vonaton. Orosz száműzöttek csoportját kísérem haza. A kormányunk engedélyével. Ezt nem értem. Miért küldjük haza őket? Hé, maga valóban szocialista? Hallottak egy emberről, akinek a neve Lenin? Lenin? Az kicsoda? Én hallottam róla. Egy munkásgyűlésen, a gyárban. Illegális volt. Nem beszélhetek. De hamarosan nagyon fontos dolog fog történni. Higgyék el! Béke és egyenlőség mindenkinek. Béke? Miről beszélt? Hé, ki az a Lenin? Egy orosz forradalmár. Tényleg szocialisták vannak a vonaton? Szocialisták, mint mi magunk! Gyertek, gyertek, menjünk! Gyertek, menjünk! Gyertek! Gyertek velünk! Jöjjenek, gyertek! Emberek! Jöjjenek! Maguknak is látniuk előtt! Jöjjön mindenki! Itt van a forradalmár! Jöjjenek! Jöjjenek, emberek! Jöjjenek! Erre! Erre! Jöjjenek! Gyerünk! Jöjjenek! Folytatjuk. Magyar hangok. Végvári Tamás, Földi Teri, Fehér Anna, Bartuc Attila, Kardos Gábor, Perlaki István, Barát Attila, Imre István, Csernák János, Rosta Sándor. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Bérci Krisztina. Hangmérnök Hajzler László. Vágó Ádám Gyöngyi. Gyártásvezető Vetszel Zoltán. Szinkronrendező Maukner József. A szinkron a Magyar Televízió részvénytársaság megbízásából készült.